Hát akkor folytassuk! Természetesen nyugodtan, aki még éhezik, az egyen. Természetesen a többiek is egész nyugodtan, hiszen ezt nem sajátíthatjuk ki magunknak. Azokat, akik itt voltak velünk az előző éjszakán is, most talán 12-en aludtunk már fönt a hegyen a mai napon. A Siklóernyős iskola a Kútbéz, ahol annak idején, amikor még volt lehetőségem és pénzem, elkezdtem siklóernyőzni, találtam egy idézetet náluk. A legnagyobb öröm az életben, amikor azt csinálod, amiről a többiek azt állítják, hogy képtelen vagy rá. Walter Bagehot idézete. És ugye most valami olyat csináltunk, amiről az egész ország azt gondolta, hogy ezt nem tudjuk megtenni. Miniszterelnök házánál éhségsztrájkolni, ezt egyrészt nagyon sokan nem akarták, másrészt sokan nem hitték el, hogy ezt meg lehet tenni. Látszik a létszámból is, hogy még mindig vannak emberek, akik nem tartják ezt egy fontos dolognak, de mi annak tartuk és megcsináltuk. Mondhatnánk azt is, hogy velem minden rendben van, meg veletek is, és azt is mondanánk, hogy olyat teszünk, amit mások nem tudtak elképzelni, ezért megvan a legnagyobb öröm az életünkben. Én azt gondolom, hogy nem teljesen van ez így, mert van egy kis de. Én azt gondolom, hogy mindaddig, amíg emberek éheznek, mindaddig, amíg elveszítik a házakat, szétszakadnak családok, addig nem mondhatjuk azt, hogy minden rendben van velünk. Még akkor sem mondhatjuk, hogyha mi megtettük mindent, és olyat tettünk, amit más nem tudott, vagy nem akart, vagy nem mert megtenni. Mert nagyon sok embert a bátorsága riaszt vissza, illetve az, amit beleneveltek hosszú-hosszú időn keresztül, hogy márpedig neked el kell tűrnöd azt, amit a hatalom rád kényszerít, el kell tűrnöd, pedig te választottad őket. Te választottad őket, hogy képviseljenek, hogy védjenek meg. Az ősember is, meg a majmok is nem azért mennek csordába, mert az nekik jó, azért, hogy védelmet kapjanak a kiszolgáltatottságtól. Hát mi erre a védelemre meghatalmaztunk néhány embert, és ez a néhány ember, én úgy látom, elárult minket. Erről majd még fogunk beszélni, de az mai kis demonstrációnak itt legyen az első része kicsit ünnepélyesebb, és majd utána fontos bejelentéseket fogunk tenni a végén, illetve majd fogunk arról beszélni, hogy mennyire biztos, hogy minket már elárultak. Nagyon fontos megemlíteni, hogy Pécsen velünk együtt éhségsztrájkoltak a Széchenyi téren, polgármesteri hivatal előtt. Balázs László volt, aki ezt szervezte, feleségével és még egy-két emberrel csinálták végig ugyanezt. Nem sokára ők is abba fogják hagyni, bár ők talán estig hirdették meg. Hasonló célokért, és én azt gondolom, hogy ez lehet példa az egész országban, hogy egyszerre több helyen mutassuk meg azt, hogy megmerünk tenni dolgokat, kimerünk állni az érdekeinkért, és kimerjük mondani azt, hogy nekünk elég volt. Arról fogunk majd beszélni a legvégén, hogy mit is értünk el, és mik a céljaink továbbra is, illetve még egy kis dolog, hogy mi lesz ezután, ugye a beszédek után levonulunk a Móricz Zsigmond körtérig, ami fontos, kizárólag Cellux-szal ragasztunk. Ha valaki hozott mást, azt legyen kedves, már most tegye el az autókba, ugyanis aki mással ragaszt, azt el fogják vinni a rendőrök. Így egyeztünk meg, legyen ez az utolsó figyelmeztetés a bankoknál. Ami még szintén fontos, igen, hogy jobb oldal, tehát nyilván majd mi megyünk előre és tartsuk be azt, hogy együtt maradunk, ez már biztonságilag nagyon fontos dolog. és ott is beszélünk minden banknál. Örülünk a szimpátiának, nagyszerű, jól esik, tehát ennek mindenképpen. Igen, és a kocsikból mindenki jobb oldalt szálljon ki, tehát akik autókkal jönnek, az a járda felé szálljon mindig ki, tehát erre kérem, hogy figyeljetek, nem az a cél, hogy velünk bármi történjen. Fontos, hogy holnap este 7 órakor a Bazilikánál a szíriai békéért lesz egy szimpátia tüntetés. Természetesen ott leszünk, mert hogy ott kell lennünk. Hiszen én azt gondolom, hogy ha ott sikerül a pénzhatalomnak teret nyerni, akkor a következő valamikor mi lehetünk. Tehát ki kell állni azokért az emberekért is, akik nem ebben az országban harcolnak, más országban, de ők ugyanezt a szabadságharcot vívják, mint mi vívjuk. Akik felszólalnak, kérem, hogy ilyen 5-10 percben tegyék meg, nagyon színes lesz a program a mai napon, sokféle szervezet és magánszemély fog szólni, nagyon érdekes témákban, és utána majd bezárjuk itt a rendezvényt. És akkor nézzük is, hogy kik lesznek, akik felszólalnak. Itt is vagyunk. És akkor Balogh István
Balog István az OTP csalásairól beszélni, csak éppen még eszik, de akkor megkérem Fodor Sándort, hogy egy üzenetet mondjon el versben, addig, amíg István befejezi, nem számított rá, hogy ilyen hamar sor került.